Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban 5 olyan még ma is élő állatot, vagyis állatfajt fogok bemutatni nektek, melyek még a dinoszauruszok korában is éltek, vagyis megtalálhatóak voltak, és mind a mai napig mondhatni szinte változatlanok maradtak. Természetesen itt ne egy konkrét halhatatlan állatra gondoljatok, mint mondjuk egy Misike nevű medúzára, és ne is egy T-rexre, meg triceratopsokra, meg ki tudja milyen raptorokra, hanem máig fennmaradt állatfajokra. Szóval értitek, az a lényeg. 5. Krokodil. Talán senkit sem lepett meg, hogy a krokodilok szerepelnek a listán, ugyanis ezek a félelmetes ragadozók még dinoszauruszos külsejüket is megőrizték a hosszú-hosszú évmilliók alatt. A vaskos páncéllal és halálos fegyverrel rendelkező krokodilok számos tulajdonságuknak, illetve képességüknek köszönhetik, hogy máig fennmaradtak. Talán az egyik leghasznosabb és egyben legfurcsább képességük, hogy nem öregednek. Persze nem élnek örökké, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy egy krokodil körülbelül 70 évig él, mégis öregkorukig megőrzik gyorsaságukat, mozgékonyságukat, falánkságukat természetesen, és még az érzékszerveik sem kopnak meg. Persze szintén kutatások bizonyítják, hogy a krokodilok valójában a madarak rokonai. Kicsit sok ez így nekem egyszeri emésztésre, de talán ez is azt bizonyítja, hogy milyen messzire is nyúlik vissza ezeknek a masszív ragadozóknak a családfája. 4. Bojtos úszójuhal. A bojtos úszójuhal már szerepelt a kihaltnak hitt állatfajos videómban, hiszen a szakemberek ezeket a valódi őshalakat egészen 1938-ig, mikor is Dél-Afrika partjainál sikerült kifogni egy másfél méteres példányt, kihaltnak hitték. Nem csoda hát, hogy az élő kövületeknek nevezett halak hírére össze-vissza kapta a fejét a világ, és azt sem tudta senki, hogy mi van. A tény ugyanis, hogy egy igazi dinosz hal uruszt sikerült kifogni a tengerből, felveti azt a kérdést, hogy vajon bujkálnak-e még földünkön ősidőkből fent maradt igazi ősállatok. 3. Hidasgyík. A hidasgyík, más néven tuatara, fajának utolsó fennmaradt képviselője, mely igazán rendkívülévé varázsolja őt a kutatók számára. Mivel ez az Új-Zélandon őshonos faj nagyjából 200 millió éve kúszik-mászik bolygónkon, ezért nagy szerepe van a gyíkok és kígyók evolúciójának tanulmányozásában. Nehéz elhinni, hogy ez a mindössze fél méter hosszúra megnövő, nagyjából 35 évig élő gyíkfajta olyan sajátosságokkal rendelkezik, mely a dinoszauruszokhoz köthető. Magyarul a hidasgyík egy valódi, még ma is élő mini dinoszaurusz. 2. Medúza. A medúzák nem a leghétköznapibb vízi állatok, vagyis élőlények, tekintve kinézetüket, életmódjukat és azt, hogy állítólag halhatatlanok. Ez a halhatatlanság valójában oly módon valósul meg, hogy a medúzák, vagyis igazából csak egyetlen faja, képes klónozni saját magát. Mivel számos más medúzafaj élettartama csupán néhány órától néhány hónapig tart, ezért nem hiszem, hogy ezen tulajdonságuk segítette volna őket ahhoz, hogy több mint 700 millió évig fennmaradjanak bolygónkon. Bármi is segítette őket hozzá, a medúzák túlságosan is szaporák, minek köszönhetően egyes fajai szó szerint írtásra szorulnak. Ennek talán csak SpongeBob képes örülni. 1. Kacsacsőrűemlős. Bizony az Ausztráliában megtalálható, korán sem hétköznapi kinézettel rendelkező, részben vízi, részben pedig szárazföldi életet élő tojásrakó kacsacsőrű emlős sem egy mai gyerek. Egyes fosszíliák ugyanis arról árulkodnak, hogy ezek a nem mindennapi külsővel rendelkező teremtmények már a dinoszauruszok korában is fellelhetőek voltak. Vagyis simán pancsikolhattak egy folyóban vagy egy tavacskában, miközben egy T-rex éppen mellettük vadászott. Talán éppen a külseje volt az, amely hozzásegítette ahhoz, hogy ma is megcsodálhassuk őt, mint a világ mondhatni legfurább kinézetű állatát. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok!